Négy éve már az Európai Unió tagja országunk, és vele együtt a mi erdélyi magyar közösségünk. Nagy előkészületek előzik meg az Európai Unió soros elnökségének átvételét január 1-én Magyarország által. Kétszer jártam csak az elmúlt napokban Magyarországon, Budapesten. Először, mint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagja, másodszor pedig, mint magyar Kárpát-medencei Európai Parlamenti képviselő. Ilyen alkalmakkor tárgyaltunk a jövő lehetőségekről, például arról, hogy azok a tervek, amelyek nemzetpolitikai, stratégiai kérdésekben előtérbe kerülhetnek, az etnikai kisebbségekre való nagyobb odafigyelés, a nyelvi jogok elismerése és nagyobb kiterjedése. Ezek olyan tervek, amelyek számunkra fontosak. 6 hónap az ilyen szempontból hosszú idő, tehát hatékonyan lehet fölvetni ezeket a kérdéseket. Mindahogy egy egész sor gazdasági terv is nagyon nagy előnyt hozhat számunkra erdélyi magyarokra. Például a határon átnyúló együttműködések, a regionális fejlesztési tervek magyar-román szerb részvétellel. Szerbia most már csatlakozásra váró ország, és az ottani magyar közösség, habár ma még az Európai Unió határain kívül van, reményeink szerint egyszer belül lesz a határon, kiteljesítve ezáltal az országhatárok fölötti nemzetegyesítés gondolatát. Úgy szintén olyan gazdasági tervek, mint például a Duna stratégia, nagy hasznot hozhatnak számunkra, hiszen a Maros, illetve Tisza vízgyűjtője végül a Dunához köt bennünket, erdélyi magyarokat, nagyon nagy hányadban, és az, hogy akár kulturális, turisztikai, kis és közepes vállalkozásokat fejlesztő projektek tudnak majd finanszírozást kapni az Európai Uniótól. Ez a jövő időszakban, a következő 6 hónapban nagymértékben a magyar elnökség kezdeményezéseitől is függ.